ne merüljön fel. Ezért szomorúan látjuk, hogy végül is a Fidesz-KDNP pártszövetség az OVB jelölési gyakorlat tekintetében nem tért le arról az útról, amit Lampert Mónika belügyminiszter asszony annak idején kitaposott, és a szocialista párt, ezért ezt a határozati javaslatot az LMP frakciója nem fogja tudni támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, frakcióvezető úr! A következő hozzászóló Szakács Imre képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Azt gondolom, az előttem szólók sok mindent elmondtak, szinte mindent az előterjesztésről, ez a bizonyos H/R 764-es számú előterjesztés, és szinte mindenkivel együtt lehet érteni, talán egyedül Lampert Mónikával, nem? Aki nem az előterjesztésről és az abban szereplő személyekről, hanem az előző, az MSZP által kinevezett OBV-ről mondta el gondolatait. Azt gondolom, azzal egyet lehet érteni, amit Gaudi Nagy Tamás is mondott, hogy az előző OVB a legaljasabb gyurcsányi trükköknek a kiszolgálója volt, mind a szociális népszavazás esetében, hiszen ott az alkotmánybíróságnak kellett lépnie ahhoz, hogy a törvénysértő állapotokat megszüntesse. De el kell mondanom, hogy a legutolsó, a 2010-es április 11-i szavazásra is mindenki emlékezhet. Jó magam győri képviselőként, egyéni jelöltként a választópolgárok telefonjait kellett elszenvednem este 7 óra után. Az én választókerületemben volt az a szavazókör kijelölve, ahova az átjelentkezők szavazhattak. Jelentem éjjel 1 órakor még folyt a szavazás, és az az MSZP által, Lampert Mónika által nagyra becsült választási bizottság, amely itt elhangzott Siffer András szájából is, hogy milyen pártdelegáltak által működött, képtelen volt megoldani azt a helyzetet, amelyet egyébként neki kellett volna megoldania. Én azt gondolom, hogy teljesen jogos és elfogadható, hogy ezek után az újra alakult parlament nem tarthatta őket hivatalba, és meg kellett oldani azt, hogy a következő választások, azaz az őszi önkormányzati választások, azok megfelelő módon bonyolódhassanak le. Én azt gondolom, hogy az előttünk fekvő személyi javaslat, átnézve az életrajzokat, mind korban, mind nemben, mind szakmai múltban egy olyan ötfős és egy póttagos személyi javaslatot tesz le, amely garanciája lehet annak, amelyről teljesen egyetértek Siffer András frakcióvezető úrral, meg kell, hogy oldja azt a problémát, hogy a kiélezett pártpolitikai küzdelmek, választások során megpróbáljon józan és a törvényeknek megfelelő döntéseket hozni. Szinte már most letenném rá a fogadást, és komoly várakozással is mondhatom, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a választási bizottság klasszisokkal jobb lesz, mint az előző, hiszen azok a személyek, akik itt megjelentek a jelölés során, meggyőződésem szerint alkalmasak arra a feladatra, amelyet akár Siffer képviselőtársam, akár Gaudi Nagy Tamás kijelölt nekik. Úgyhogy javaslom a tisztelt országgyűlésnek a jelöltek elfogadását. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló 5 perces időkeretben Novák előtt képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, egy történelmi vitát folytathatunk, vagy legalábbis egy nagyon ritka vitát, hiszen a képviselői tájékoztató központ információi szerint 3 esetről tudnak a rendszerváltás óta, amikor a képviselők befolytották a szót. Az utolsó, amiről még tudott, az 2004. május 24-én történt, amikor épp a Fidesz sérelmezte, hogy akaratuk ellenére lezárták a vitát. Viszont történt egy negyedik eset is, ezt folytatjuk most, hiszen június 14-én pont ennek az ügynek a tárgyalásakor folytották belénk a vitát erőből, mivel nem figyeltek a napirend összeállításán arra, hogy egy vitát engedélyeztek az utolsó szavazás előtt. Ugye a szavazásokon itt vannak, vitákon nincsenek, így meglehetősen idegesítette önöket, hogy egy vitán itt kell, hogy üljenek a rossz napirend összeállítás miatt. Míg rendszerint a kormánypárti képviselők távollétében addig tárgyalhatunk egy témát, ameddig akarunk, a pozícióhalmozó politikusok ez esetben egy másfél órás vita után erőből lezárták a választási eljárásról szóló törvény általános vitáját. Most csak 2x5 percet adnak erre a vitára, ennek sem egészen örülök, hiszen Gaudi Nagy Tamáshoz hasonlóan én magam is a
az OVB-nek a tagja volt, ami így alaposabban is tudtuk volna véleményezni a jelenlegi jelölteket, és főleg ezt a kiválasztási rendszert, ami meglehetősen belterjesre sikerült megint, miközben hangzatosan a nemzeti együttműködésről beszélnek. Ebben a bizonyos lezárt vitában azért odáig eljutottunk, hogy Kósa Lajos kicsit az önuralmát elveszve elismerte azt, hogy ami bár az indokolásban nincsen benne, hiszen rendszerint az indokolás nem arról szól, ami a valódi szándékuk, valójában ugye az volt a szándékuk ezzel az átalakítással, persze mindig szerkezeti átalakításról van csak szó, nem söprögetésről, tisztogatásról, de ő elismerte, hogy valójában ezt az OVB-t kell leváltani, és mivel elvileg az előző ciklusban annak a végén kellett választani, 4 évet nem akarnak várni, nem várják meg a mandátumának lejártát, már nincs ilyen jogkör, de majd teremtünk, alkotunk, a kétharmad sok mindenre elég. Érdekes nyári olvasmányt ajánlok önöknek, az előbb lezárt napirendet, ami kellő meglepetésekkel szolgálhat önöknek ez a 42 oldalas, 82 pontos módosítás, hiszen olyan is szerepel benne egy újabb trükkje egyébként, hogy hogyan lehet leváltani olyan tisztségviselőket, akiknek egyébként nem járna le a mandátuma, és nem lehet csak úgy indokolás nélkül visszahívni, mint például ugye a médiatanács elnökét, akár amiről most önök ugye szavaztak az előbb, hogy a miniszterelnök indokolás nélkül visszahívhatja természetesen, hogyha mégis valaki más szeretne. Miről van szó? A műsorszolgáltatási alap eddig igazgatói tisztségét átkeresztelik vezérigazgatói tisztségre. Szeretném folytatni, és kérem az időnek majd a beszámítását, hogy hogyan lehet most OVB tagokat a helyükből kimozdítani, ugyanígy lehet például a műsorszolgáltatási alapigazgatóját is kimozdítani, hogy átnevezik vezérigazgatóra, és mivel az igazgatói tisztség megszűnt, hát annak megszűnik a mandátuma, vezérigazgatót pedig kinevezünk. És mindezt ráadásul megint csak Sunyin zárószavazás előtti módosító javaslatként terjesztettek be, ugyebár nem első alapként, teljesen túlterjeszkedve a házszabály rendelkezésein. Most az OVB-ről van szó, ahol ugyanezt folytatják, hogy gyakorlatilag a jogot kijátszva idő előtt leváltják a tisztségviselőket, az Országos Választási Bizottság tagjait. És bizony elmondhatjuk, hogy a nemzeti együttműködést mennyire egyoldalúan veszik, hiszen bár látszat intézkedésként természetesen bizonyos közjogi funkciókba beemelnek úgymond ellenzéki politikusokat, de hogy kit tekintenek önök a valódi ellenzéknek, akik kitől félnek valóban, azt legjobban megmutatja, hogy számos alkalommal juttattak már különböző szocialista egykori politikusokat vagy vezetőket, most pedig egy LMP-s kötődés, egy LMP-s jelöltet választanak meg az Országos Választási Bizottság tagjává, miközben a Jobbiknak gesztusok helyett csak sorozatosan a gumibot és a könygáz jut, hiszen a Draskovics droidokból lett Pintér Pribékek. Látjuk, hogy ugyanazt folytatják, amit Gyurcsány Ferenc kormánya alatt elkezdtek. Hiszen láthattuk, hogy a szocialista Bihari Mihályt választották meg alkotmánybírónak, Varvasovszki Tihamért, az MSZP korábbi országgyűlési képviselőjét választották meg alelnöknek. Szintén egykori MSZMP-s központi bizottság osztályvezető helyettesét, Gubcsi Lajos nevezték ki a HM kommunikációs cégének az élére. Sorolhatnák a sorozatos gesztusokat, amit tettek az MSZP irányába az elmúlt hetekben is. És most teszik a gesztust nálunk jóval kisebb LMP frakció irányába is. Mindez nem bizonyít mást, mint hogy mindenkinek teszik a gesztust, csak a Jobbik 850 ezernyi szavazójának úgy gondoljának, hogy ők valójában nem tartoznak bele ebbe a sokat emlegetett nemzeti együttműködésbe. Jó nyaralást kívánok önöknek, és jó olvasmányt ezt, amit... Köszönöm szépen. Kérem képviselőtársaimat, nagyobb türelemmel hallgassuk egymást. A házbizottság döntése alapján minden frakció 2x5 perces időkeretet kapott. A második időkerettel gazdálkodik most újra Schiffer András frakció vezető úr. Önni a szó. Köszönöm, elnök úr. Valóban annyiban tévedtem, hogy az a OVB tagjelölt, akire én azt bátorkodtam mondani, hogy 2003-ban a Fidesznek a Pest megyei budapesti területi koordinátora volt, ez nem igaz, valójában a jogi koordinátora volt a Fidesznek. De én azt gondolom, hogy azért a lényeg, hogy arról van szó, hogy önök ebbe az intézménybe is pártkatonákat kívánnak ültetni. Ezt a törvényt
ezt a törvényt el lehetett volna úgy fogadtatni az országgyűlésben, hogy van egy korrekt vita arról, hogy mi indokolja azt, hogy a különböző választásokhoz kössék az Országos Választási Bizottság mandátumát. Ezt nem tették meg, és ehelyett most egy olyan személyi összességet tesznek ide a ház elé, ahol négy olyan személy van, aki vagy a Fideszhez hűséges ember saját bevallása szerint, vagy ugyanezt megvallja a saját rokona tekintetében. Én ezt legalábbis nyugtalanítónak tartom, arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az utóbbi hetekben ez most már a sokadik olyan közjogi intézmény, ahol igenis jelentősége van annak, hogy a különböző személyek pártatlanságával kapcsolatban ne merüljenek fel kételyek. Önöket ez viszont nem érdekli. Szeretném újfent arra figyelmeztetni önöket, hogy miközben kétharmados felhatalmazást szereztek a választásokon, egy demokráciában, egy demokratikus jogállamban a még oly nagy többség sem jelent korlátlan hatalomgyakorlást. A korlát az, hogy vannak független intézmények, vannak olyan intézmények, ahova nem lehet, vagy éppen nem illik pártkötődésű embereket jelölni, illetve megválasztani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Következő hozzászóló Lampert Mónika képviselőasszony, 5 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a fideszes képviselőtársaim nagy várakozást jelző hangjelzéseit. Tisztelt képviselőtársaim, Szakács Imre képviselő úr hozzászólásából számomra az derült ki, hogy ő félreértette az én mondani valómat. Én azért hoztam vissza ide és idéztem vissza a 2006-os parlamenti döntést és szavazást, mert én akkor személyesen is fontosnak tartottam, és az a kormány is, amelynek a tagja voltam, hogy a képviselők a döntésükben kifejezzék azt, hogy a testület iránt van bizalmuk, és ez sikerült is úgy létrehozni, hogy az akkori Fidesz frakció is és az összes frakció megszavazta, mindösszesen egy ellenszavazat és egy tartózkodás volt az akkori Országos Választási Bizottság felállításakor. Tehát az, amit ön példaként elmondott, az nem erről szólt, félreértette, amit én mondtam, és én azt gondolom, hogy ezt a törekvést, ezt fenn kellett volna tartani a mostani kormánynak is. Bár a Fidesz magatartása e tekintetben nem előzmény nélküli, hiszen amikor az első Orbán kormány belügyminisztere terjesztette elő egyébként ugyanilyen formálisan néhány napos határidővel lepapírozva a pártok, parlamenti pártok véleményének a megkérdezését, akkor is hasonló problémákat jelzett az akkori ellenzék, és nem sikerült azt a nagy arányú többséget előállítani, amit 4 évvel később nekünk igen. Amit pedig még szeretnék elmondani, bár már a nyilvánosság előtt többször elmondtam, de azt hiszem a parlamentben is érdemes ezt megerősíteni, hogy az, amire itt többen hivatkoztak, első vagy legelső sorban talán, vagy leginkább Szakács Imre képviselő társam hangsúlyozta ezt, hogy felrólják az Országos Választási Bizottságnak azt a hosszú sorbanállást. Legalább önöknek, akiknek ezt a törvényt illene ismerni, hogy kinek mi a feladata, tudniuk kell, hogy ez nem az Országos Választási Bizottságnak a dolga, hanem az Országos Választási Irodának. És miközben jól lehet, egészen bizonyos, hogy itt a végrehajtásban elkövettek hibákat, és joggal kereshető felelősség azért, hogy ilyen sokan álltak sorba, de ebben a felelősi sorban, a sorban állásokért nincsen helye az Országos Választási Bizottságnak. Az Országos Választási Bizottság, amelyik most leköszön, tisztességesen végezte a dolgát. E helyről is a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja nevében Szigeti Péter elnök úrnak és a többieknek szeretném megköszönni a munkát. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Egyedül a Kereszténydemokrata Néppárt nem élt a lehetőséggel. Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem Navracsics Tibor miniszter.